got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. Got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Pályáig őket a Rocket League, illetve a Dribanger istenei. Nekem a érkezés alapján nagyon úgy tűnik, hogy a United Bulldozers sokkal jobb formában van, mint mondjuk a Wavefresh ellen, és a Dead Zavate pedig le tudja szorítani a kapuja elé sokáig. És eddig ezt az egy lövést leszámítva azért inkább csak róluk szólt a game. A Dead Zavate egy lövésével. Hoppá, elméri jött a védő és tiramisú használja ki egy nyújt. És érkeztünk az utolsó 10 másodpercben. Igen, itt még kettőjelni kontrasztatott volna talán That's the way. Madi beközépre, Katyusa, és itt van a mérkőzést eldöntő gól. 2-0, erről gól tud szerezni, 1-0 két csapatnak. És igazából, hogyha az előző mérkőzés fog folytatódni ugyanott, mint ahol most tartunk, akkor óriási bajban van talán United Bulldozers, mert... Én felmondok, sziasztok! Amúgy szép találat volt, Madi kikopból szépen megindulva jól adja tiramisú elé. Kiegyenlít. Igen, ez elég állati volt a részedről. Ebben a másfél percben sokkal többször volt a narancsapat kapuja előtt az egész első mérkőzésen. Hoppá, Madi 2-1 viszont közben egy gyors kontrát követően. Igen, szép double touch-ot próbált Madi összehozni. De a kipattanóra ment Katyusa és hozta el a gólt csapatának. Itt 2-1. Labusztja van is ki, és demozza
Tiramisu! És végül bent van, 3-1. Amennyire jól indult talán ez a mérkőzés a Dead Zeve-nek, most a mérkőzés felénél már futhatnak az eredmény után, 3-1. Lüneid Lipsilon nem tudott odaérni a tisztázásra, és Tiramisu fejezi be. Igen, 30 másodperc alatt hozták vissza -2-ről ezt a mérkőzést. De Tiramisu egyéni megmozdulás, 4-3. Besokkal Tiramisu is. Inkább be is lőtte a tető gólt. Kicsikét most lélegzetvételhez jutnak a játékosok, aztán Szerdán szóval indult a jobb szélen. Tiramisu. Hoppá, kapott headstab egy demót is. Loli mellett el is gurul a labda. Tiramisu üres kapu, 5-3. Mekkora volt az a demó a védelmi sarokban. Annyira meglepően jött, hogy Lalit is megzavarta ez a helyzet. Tiramisu pedig észleli ott, vagy headstab a túlsó oldal, ezért átviszi neki ellentétes irányba. 5-3. Igen, óriási play. Majd nézzük. És vissza tud jönni megint jönni a rövid idő alatt döntetlenre, -2-ről. Tehát azt tette 1-3-ról. Headstab beadnák középre, érkezik Ali, vissza is tudják hozni, 5-5. Hát micsoda mérkőzés itt a végén. Szerintem mondhatom, hogy ez eddig a legizgalmasabb meccsünk ma. Szépen játszik az SZV. Óriási küzdelem ez tőlük. Tiramisu viszont úgy dönt, hogy legyen már régennek a találkozónak. 6-5. Kikon gólból. Nagyon szépen olvastál még a pattanás előtt, hogy hova fogod érkezni ez a labda. Ez mondjuk szép munka volt Tiramisutól, el kell ismerni. Pár centi. Annyi múlott. Ezt mi már csak Gamfiátoknak hívjuk.